Tisztelt Hölgyeim és Uraim, először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt bemutatkozhatom. És amikor Páros professzor úr fölkért engem erre az előadásra, akkor én azt mondtam, hogy hát nem olyan érdekes az én életem, hogy erre bárki is kíváncsi lenne, de ő azt mondta, hogy ennek ellenére próbáljuk ezt meg. És hát én azt a nem túl fantáziadús címet választottam az előadás címének, hogy válaszutak. Azért nem fantáziadús, mert minden nap válaszutak előtt állunk. Mégis én úgy éreztem, hogy azt, hogy én hogy kerültem idáig, ezzel tudom leginkább bemutatni. 1967-ben születtem egy kis városban, Hevesen. Ennek a ugye megszületésnek ebben nem volt nekem beleszólásom, tehát itt nem volt választás. Ennek én azt mondom, hogy én jobb helyre, támogatóbb és szeretőbb családba nem születhettem volna. Itt ebben a városban jártam iskolába, és itt jártam gimnáziumba. Én imádtam a matematikát és a fizikát, és számomra nem volt kérdés, hogy én ezen a téren fogok majd az életem későbbi időszakában dolgozni, de van nekem egy nagyon szerető édesanyám, aki szelíd nyomást gyakorolt rám, és a biológia-fizika irányába mozdított, úgyhogy nem lehettem elég határozott akkor, úgyhogy amikor fakultációt kellett választani, akkor én a biológia-fizika fakultációra mentem, és hát innen egyenes út vezetett a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, ahol 1985-ben nyertem felvételt, és egy nagyon jó csoportba kerültem, azt kell, hogy mondjam. Jó volt ez a csoport abból a szempontból, hogy nagyon tanulós volt, de ugyanakkor nagyon szerették a természetet, és egy nagyon vidám társaság volt, mint ez az ábra is mutatja, vasútállomáson kártya, parti egy lekváros kenyeret hárman esznek. Szóval én nagyon jól éreztem magam ebben a csoportban. Olyannyira, hogy még feleséget is innen választottam, Pallagi Edinát, aki szintén orvos és szintén neurológus lett. Ugye, ha visszakanyarodva az egyetemi évekhez, én a TDK munkámat a Biokémia Intézetben végeztem, akkor még Fésűs László adjunktus úrnál, aki később ugye professzor, illetve az egyetem rektora is volt, és nagyon megszerettem ezt a munkát. Az is fölmerült bennem, hogy én nem is orvos leszek, hanem kutató, tehát kutatóorvos. Segített nekem ebben egy barátom ezt a kérdést eldönteni, őt úgy hívják, hogy dr. Nagy László, akit szerintem nem kell bemutatni, az egyik legfiatalabb akadémikus, és amikor Laci oda került, akkor én rájöttem, hogy hát én egy tehetségtelen ember vagyok ehhez a dologhoz, Lacihoz képest, tehát ő nagyon tehetséges volt ebben a kutató munkában, úgyhogy én el is döntöttem, hogy hát én nem ebbe az irányba megyek, hanem választom a klinikumot. És itt jött a másik válaszút, hogy melyik rész. És azt tudtam, hogy sebész nem leszek, és akkor azt gondoltam, hogy hát akkor az asztal másik oldalára megyek, és anesteziológusként fogok dolgozni. Már be is jelentkeztem Urai professzornőhöz, Balázs professzor úrhoz. Igen, de akkor jött az utolsó szigorú gyakorlatom, ami a neurológia volt, és hát egy fantasztikus helyre kerültem, fantasztikus emberek közé kerültem, és hát egy olyan tárgyal ismerkedtem meg, ugye már azelőtt is, 5 évesen is tudtam ezt, ami egy nagyon logikus volt, és egy kicsit visszahozta nekem ezt a matematikai gondolkodást, úgyhogy hát tudom, hogy nem elegáns, de én akkor azt mondtam, hogy hát nekem a neurológia szívem csücske, úgyhogy hát az anesteziológiát visszamondtam, és a neurológián találtam magam ebben az épületben. Itt Fekete István professzor úr, Vámosi Bertalan adjunktus úrnak a fényképe látható, akik meghatározók voltak abból a szempontból, hogy én a neurológiát választottam. Akkor Molnár professzor úr volt a vezető, aki nem arról volt híres, hogy olyan vajszívű, nagyon keményen vezette ezt az intézetet. Ennek ellenére én itt kiválóan éreztem magam, és hát ugye utána Csiva professzor úr keze alá kerültem, akinek a, bocsánat, itt megint nem akar menni valami miatt, igen, akinek a segítségével két tanulmányúton vehettem részt, az egyik egy toulouse-i, az egy rövid kirándulás volt, ott a Willis-körnek a matematikai modelljét vizsgáltam, majd egy hosszabb 2,5 éves tanulmányútra kerültem Kölnbe. Hát itt már kemény kísérletes munkák folytak, patkányokkal, egerekkel.
Amikor Debrecenben egy teszlás MR volt ebben az időszakban, akkor Kölnben a Max Planck intézetben két MR volt, csak állatkísérletes célokra, az egyik egy 4,7, a másik egy 7 teszlás MR, tehát minden feltétel adott volt a kísérletes munkához, és ott azt vizsgáltuk, hogy ha elzárunk egy agyi eret, tehát mesterségesen sztrókot hozunk létre, majd utána visszahúzzuk ezt az eret elzáró fonalat, tehát visszaállítjuk a keringését ennek a területnek, akkor hogyan változnak az ezt a területet vizsgáló MR paraméterek. Egy nagyon izgalmas időszak volt, és 2000-ben én visszatértem Magyarországra, Debrecenbe, és hát ugye itt MR hiány ezt a munkát nem tudtam folytatni, de voltak más irányú munkák. Itt a két németországi témavezetőmnek a fényképét mutatom be önöknek, az egyik Hossmann professzor, a másik pedig egy fizikus vezette ezt a laboratóriumot, Höhn professzor úr volt. Igen. Tehát visszakerültem Magyarországra, itt még a régi neurológiai klinikának az épülete látszik, de ez 2000-ben volt, de 2007-ben átköltöztünk a másik épületbe, és ez megint egy olyan válaszút volt, nem csak nekem, hanem a klinika közösségének, hogy menjünk-e át. Ugye a régi falak közül átmenni egy számunkra teljesen új épületbe, amihez semmi nem fűzött bennünket lelkileg, és mégis azt választotta ez a közösség, hogy menjünk az újba. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, tehát sokkal komfortosabban érezzük itt magunkat. Olyan emberekkel dolgozhattam együtt, és dolgozhatom máig együtt, mint Csiba professzor úr, Csépány tanárnő, ugye Hegedűs professzornő sajnos már nincs közöttünk, Meckler professzor úr, Vámosi adjunktus úr szintén nincsenek közöttünk, Diószegi Péter, Molnár professzor úr, és hát az új kollégák nevét is mondhatnám. Tehát én mindig, tényleg azt kell, hogy mondjam, az életem folyamán mindig egy nagyon támogató környezetbe, és egy kiváló társaságba csöppentem bele, és ez máig így van, és ez nem csak az idősebb, hanem a fiatalabb kollégákra is igaz. Tehát, hogyha nagyon röviden össze kellene foglalni, akkor itt lehet látni az én életrajzomat. 91-ben diplomáztam, az ideg- és elmegyógyászati klinikára kerültem, ami később ketté vált, a neurológiai klinika állományába tartoztam. Itt lehet látni, én neurológiából szakvizsgáztam, majd két licenszvizsgát tettem, neuroszonológia és vaszkuláris neurológia, és hát a tudományos fokozatok pedig itt láthatók. És 2017-ben, amikor Csiba professzor úr 65 éves lett, akkor én kaptam a megbízást itt a neurológiai klinika és tanszék vezetésére, és lehet, hogy egyesek számára ez nagyon evidens, hogy az ilyet el kell fogadni, de nekem ez komoly dilemmát okozott, és ahogy ezt csinálom, ezt a munkát, egyre inkább érzem, hogy miért is okozott nekem ez ilyen komoly dilemmát, tehát ennyi adminisztrációval, tehát nagyon sok időt elvett a munkától. Hogy milyen munkától, ugye ha valaki a klinikán dolgozik, akkor legyen klinikus, legyen oktató és legyen kutató. És én mindhármat nagyon szeretem. Szeretem a klinikai munkát, úgy érzem, hogy a betegek is engem. Nagyon szeretem az oktatói munkát, körülbelül 6-7 alkalommal kaptam meg az év oktatója címet, és ezt ne dicsekedésnek vegyék, de mégis erre vagyok a legbüszkébb, mert ez egy alulról jövő díj, ezt a hallgatók szavazzák meg. És szeretem a kutató munkát, és mégis ez szorul nagyon sokszor hátulra. Csiba professzor úrtól tanultam meg egy technikát, ezt a transzkraniális Doppler technikát, egy ultrahangos módszerrel, az ultrahang át tud menni a koponyacsonton, és meg tudjuk vizsgálni az agyi ereket, és az agyi erekben folyó vérnek az áramlási sebességét, és ebből lehet következtetni az agyi vérátáramlásra. Ugye ezen a klinikán mindig a stroke kutatás volt az első helyen, tehát nem véletlen, hogy mi egy ilyen témát és egy ilyen módszert használunk. És hát ugye azt mondják, hogy hát ne stresszeljünk már, hát, de hát mondom én erre, amikor egyszerre három helyen kellene lenni, vagy három dolgot kellene csinálni, az nagyon nehéz, és én ezt látom, hogy a kollégáim, amikor úgy elkeseredtek, mindig ez van a háttérben. Tehát szeretnék ők csinálni, de mindig azt kérik tőlem, hogy hát választjuk már ki, hogy melyiket kellene csinálni, csak azt az egyet, de sokszor ezt nem lehet. Tehát visszatérve a kutatási témára, tehát a stroke a fő irányvonal,
és a cerebrális hemodinamika, tehát az agyi véráramlás. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy csodálatos vérellátása van az agynak. Két szempontból. Az egyik, az agyi véráramlás az relatíve állandó, függetlenül attól, hogy milyen a mi vérnyomásunk. Ezt az agyi erek úgy biztosítják, hogy ha nő a vérnyomás, a perfúziós nyomás, akkor a kiserek összeszűkülnek, ha csökken a vérnyomás, akkor a kiserek kitágulnak, és ez a mechanizmus biztosítja azt, hogy az agy vérellátása relatíve állandó, tág vérnyomás határok között. Ugyanakkor, ami nagyon érdekes, hogyha én aktiválom az egyik területét az agynak, akkor az a terület több vért fog kapni. Tehát annak a területnek meg fog nőni a véráramlása, úgy hívjuk ezt, hogy neurovaszkuláris kapcsolat. Tehát egy neuronális, egy idegi aktivitás azt mondja maga után, hogy oda több vér érkezik, mert több tápanyagra van szükség, több glükózra, több oxigénre, és több salakanyagot kell elszállítani, és a termelődött hőt is valahogy azt le kell csökkenteni. Mi ezt a neurovaszkuláris kapcsolatot egy nagyon egyszerű módon vizsgáljuk. Ugye a látókérgünk, most próbálom mutatni, de zölddel van jelölve ezen az ábrán, tehát a látókérgünk az a nyakszirtlevenyben helyezkedik el hátul, és azt a területet ellátó eret mi ultrahanggal tudjuk vizsgálni. Ez a hátsó agyér. És ezt a területet nagyon egyszerű aktiválni és inaktiválni. Inaktiválásra arra kérjük a beteget, vagy a vizsgálati jelenet, hogy hunja be a szemét, majd ha aktiválni akarjuk, akkor azt kérjük, hogy nyissa ki, és olvasson. Tehát, és ennek következtében ennek a területnek meg fog nőni a véráramlása. Itt lehet látni ezt az ábrát, ugye az első 20 másodpercben arra kérjük a vizsgálati egyént, hogy hunja be a szemét, majd utána nyissa ki a szemét, és itt a látókéregnek a vérellátása egy olyan 20-30%-kal megnő. Ez egy bődületes érték. Ugyanúgy most én beszélek, nekem most valószínűleg megnézem a képernyőt, tehát a beszédközpontomnak, illetve a látókérgemnek a vérellátása is nagyobb, mint esetleg más területeké. Ez az alapja, amit mi vizsgáltunk, és ez egy nagyon érzékeny vizsgálati metódus. Itt például azt néztük, hogy a dohányzás, ami egy stroke rizikófaktor, hogyan befolyásolja ezt a neurovaszkuláris kapcsolatot. És tetszenek látni, hogy a szaggatott vonal mögött, hogy amikor azt kérem a vizsgálati alanytól, aki nem dohányos, hogy nyissa ki a szemét, vagy dohányos, hogy nyissa ki a szemét, hogy a dohányosokban sokkal-sokkal kisebb mértékű ennek az áramlásnak a fokozódása. És amikor azt kérjük ezektől a dohányosoktól, hogy ugyan már hagyják el a cigarettát, és másfél év, durván egy év múlva megnézzük, hogy mi történik, akkor azt látjuk, hogy azért van remény, tehát van egy javulás ebben az áramlás változásban, viszont azt is látjuk, hogy ez azért egy lassú folyamat, tehát évek kellenek ahhoz, hogy esetleg majd normalizálódjon ez a helyzet. Egyébként a dohányosok kedvéért mondom, hogy van egy ilyen kimutatás, hogyha valaki 30 évesen elhagyja a dohányzást, akkor 10 évvel többre számíthat, mint az a társa, aki nem hagyja el, és ahogy nő az idő, amikor később hagyja el, úgy lesznek egyre rosszabbak ezek a számok, tehát érdemes ezt a dohányzást minél előbb elhagyni, mint tetszenek látni, tényleg van remény. A másik vizsgálatunk pedig az volt, hogy megnéztük, hogy ha egy olyan stimulust alkalmazunk, aminek hatására az agyi erek összehúzódnak, hogy akkor is tudom-e én egy idegi aktivációval növelni az áramlást ebben a területben. Van egy nagyon egyszerű módszer, hogy hogyan tudjuk mi összehúzódásra bírni az agyi ereket, anélkül, hogy külsőleg adnánk be bármilyen gyógyszert, ez pedig a hiperventiláció. Tulajdonképpen csak szaporán kell mély légvételeket venni, és ennek hatására kimossuk a széndioxidot a szervezetünkből, és ennek hatására összehúzódnak az erek. Ha valaki ezt nagyon jól csinálja, akkor nagyon gyorsan eléri azt, hogy szédülni fog. Egy 30-40%-kal tud csökkenni az agyi véráramlás, és tetszenek látni a következő ábrán, a fekete négyzetek jelölik, hogy ilyen szapora mély légvételek állapotában sokkal kevésbé nő az agyi véráramlás, mint a kontroll személyekben, akik normálisan lélegeznek.
Nem csak ez, hanem vannak olyan gyógyszereink, nagyon sokszor használunk nem steroid típusú gyulladás csökkentőt, kataflám, ibuprofen, fejfájása majdnem mindig ezeket szedjük, veszük be, amik szintén érösszehúzódást okoznak, és ezt a mechanizmust tudják rontani, ezt csak átmenetileg. És a végére hagytam egy nagyon érdekes témát, amiben én nagyon sok energiát és időt öltem, lehet, hogy még egyszer nem kezdenék bele. Egy cikk az, ami fölhívta erre az én figyelmem, mégpedig egy vak emberről szólt ez a cikk, aki sosem látott, és Braille olvasás képességére tett szert, és egyszer egy olyan sztrókja alakult ki, amikor a látókérge károsodott. És innentől kezdve elvesztette az olvasás képességét. És ez azért meglepő, mert ugye azt gondolnánk, hogy az az ember, aki sosem látott és tapintás útján olvas, ő nem használja a látókérgét olvasásra, hanem azt a területet használja, ami az, tehát az érzőkérget, ami nem ezen a területen van, hanem a fali lebenyben. És volt ennek egy másik előzménye, mégpedig egy PET vizsgálat, pozitron emissziós tomográfiás vizsgálat, ami pedig meg tudja mutatni, hogy az agynak mely területe az aktív, és itt is azt lehetett látni, hogy aki születésétől vak, vagy 10 éves korától vak, mindkét esetben, amikor olvas, akkor a látókérge aktiválódik. Tehát, hogy a vakoknak is szüksége van a látókéregre ahhoz, hogy tudjanak olvasni. A látókhoz képest azért lehet látni, hogy nem olyan erős az aktiváció, de azért ott van. És ezt mi ultrahanggal vizsgáltuk, és engedjék meg, hogy ne menjek bele a részletekbe, tehát ne untassam ezzel önöket, csak az eredményt mondanám el. És az eredmény pedig az volt, hogy a felső ábrán azt lehet látni, hogy mi van akkor, hogyha a látó olvas, a fekete görbe mutatja ezt, mi van akkor, hogyha a vak olvas, az alsó rész mutatja. Ez azt mutatja, hogy a vakukban is aktiválódik a látókéreg, de sokkal kevésbé, mint a látókban. És megint csak nem a részletekben menve, el tudtuk azt különíteni, hogy látókban megnézzük, hogy ennek az aktivációnak hány százalékáért felelős a fény, és hány százalékáért felelős az olvasás, mint betű és szófelismerés. És az derült ki, hogy körülbelül 2/3-áért felelős a fény, és 1/3-áért a betű és szófelismerés. Tehát tulajdonképpen, ha ketté vennénk, akkor azt mondanák, hogy olvasáskor a látókérgi aktiváció, véráltáramlás, növekedésnek körülbelül ugyanannyi része lesz az olvasásra fordítva, hogy ilyen csúnyán fejezem ki, mint a vakokban. A többi pedig a fényingerlésnek a hatása. Hát ennyi volt, amit én a tudományról szerettem volna mondani, és egy picit még engedjék meg, hogy visszakanyarodjak a magánéleti részre. Én is szeretnék köszönetet mondani a családomnak, nejemnek és 3 gyermekemnek, hogy elviselték azt, amikor én hosszú órákat a számítógép előtt ültem, jó esetben otthon, rosszabb esetben a klinikán. És ugye ezt a díjat, nem díjat, bocsánat, ezt a kinevezést egy ember kapja, és a tudományos közleményekben van első szerzőség, és ott lehet ugye megemlíteni, tehát megosztott első szerzőséget, és nem lehet megosztott professzorságot, pedig higgyék el nekem, hogy ha ezt lehetne, akkor én nagyon szívesen megosztanám ezt a nejemmel, testvéremmel, gyermekeimmel, és hát a szüleimmel, ők legalább annyit tettek ezért, hogy én most itt vagyok, és előadást tarthatok jeles hallgatóságnak, mint amennyit én. És még hadd büszkélkedjek egy dologgal, ha tudom, én a családunkban elsőként lettem orvos, aztán követett Zsolt öcsém, aki most belgyógyász és anesteziológus, majd Marci fiam, aki most radiológus rezidens, István fiam, aki most 5. éves, és hát már nem engem követ, hanem a testvéremet, Dani, aki most 2. éves orvostanhallgató. És ugye említettem, hogy viszonylag sok stressznek van az ember kitéve. Én nagyon szívesen futok szabadidőmben, vagyok a természetben, túrázok, és olykor megnézek egy-egy filmet, és ezt a kettőt engedjék meg, hogy összekapcsoljam. A legutóbbi meghatározó élményt jelentő film David Attenborough-nak a filmje volt, aki most 93 éves, ugye szoktak nekünk kötelező olvasmányokat előírni,
hogyha én előírhatnám, akkor ezt egy kötelező filmnézéssé tenném. Azt gondolom, hogy mindenkinek az életét át tudja formálni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.